Március elején több bejelentés is érkezett a dombovári rendőrkapitányságra, melyben azt panaszolták, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottjának kiadva magukat 50 ezer forintos ajánlatokat adtak személyes és kártyaadataik ellenében. A felkeresettek jelentős számban nyugdíjasok voltak. Kapitányságunk nyomozószerve egy széleskörű adatgyűjtésbe kezdett, amelynek során sikerült egy 25 éves pécsi nőt, illetve 26 éves férfi társát hatóságunk látókörébe vonni. Az elkövetők egyébként a legendájukat a sértettek személyiségéhez, hajlandóságához, életkörülményeihez dinamikusan igazították, és ezáltal jellemzően egy személyes találkozót sikerült velük megbeszélni, és ezen a találkozón több esetben sor került a sértettek bankkártyájának, PIN-kódjának, illetve személyes adatainak az átadására, amelyel később keretösszegnek megfelelő készpénzt vettek le ATM automatákról. A bűncselekmény összkár értéke 900 ezer forint. A bűnelkövetők több mint 30 esetben jártak sikerrel. Pinter Szilárd, Dombovár polgármestere szerint az esetnek több tanulsága is van. Meglepő, hogy napjainkban is még ilyen típusú bűncselekményeket el lehet követni. Hiszem, hogy ebben is az az állapot, amiben az egyedül idősek ma élnek, és hiszen bezártság, azt gondolom, az elmúlt egy évben mély nyomokat hagyott bennük, ezzel próbáltak visszaélni a csalók. Továbbra is mindenkit óvaintünk az ilyen típusú cselekményektől, de hát azt gondolom, hogy rengeteg olyan film, újságban meg egy cikk foglalkozik az ilyen típusú jelenségekkel, de ebből is látszik, hogy talán még nem elég, és nem minden esetben jut el azokhoz, akiket csalók felkeresnek, megkeresnek. Számomra értelmezhetetlen módon zajlott ez a történet, hiszen közvetlenül az elején már bekapcsolódtunk ebbe a tevékenységbe, amit nyilván az idősek által megkeresések mentén jutott tudomásunkra. Második, harmadik nap már feljelentést is tettem a rendőrségen, és kértem, hogy ismeretlen tettesek ellen induljon meg a nyomozás. Ami számomra még nagyobb meglepetés volt, hogy a személyes közreműködéstől a károsultak elzárkóztak, és így ebben azt gondolom, hogy hibásak vagyunk, és a társadalom szempontjából is egy nagyon fontos tanulság, hogy sokkal kevesebb értékben követettek el bűncselekményt, hogy az emberek arcukat vállalva odaálltak volna, és konkrét tényekkel bizonyítottan elmesélték volna, személy leírást adtak volna az elkövetőkről. Nyilván így 8 év napig egy sötétben tapogatózás történt. Amire még szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a hivatalnak van egy ingyenesen hívható zöld száma. Mindenféle ilyen és hasonló típusú megkeresés esetén, vagy bármely probléma esetén kérem, hogy hívják kollégáinkat, hiszen egy 24 órás call centert működtetünk, amely csak nálunk csörög és csak a hivatalban, és nem véletlenül tesszük közé ezt a zöld számot minden elérhető platformon. A rendőrség csalás gyanújával vizsgálja az esetben résztvevő két elkövető és a felbújtó tettét.